Itt vagyunk Bigfalván, Uzonközségnek azon településén, amely híres a közel 40 kúriájáról, amelyek általában több mint 200 éve épültek. Híresek ezek az épületek a különleges architekturális építészeti stílusukról. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy fontos, hogy ez a település valamikor felkerüljön majd az UNESCO várólistájára. Emiatt van az, hogy megteszünk mindent azért, hogy ezeket az épületeket valamilyen szinten felújítsuk és megtartsuk a régi formájukban. Ezzel a projekttel 8 épületet újítunk fel, ezekből 2 önkormányzati tulajdonban van, 1 épület a református egyház tulajdonában van, és a többi pedig családi házak. Ez a projekt első alkalom, amikor magántulajdonban lévő épületeket tudunk felújítani közpénzből, közintézménynek a közreműködésével. Ezeknek a házaknak a felújítására az országos helyreállítási terven keresztül 480 ezer euró pályázati összeget kaptunk finanszírozásra, tehát minden házra 60 ezer euró áll rendelkezésünkre. Azáltal, hogy felújítjuk ezeket az épületeket, visszaadjuk őket a közösségnek, és szebbé, elfogadhatóbbá tesszük a lésünk arculatát, hozzájárulunk a turizmus fejlesztéséhez, és ezáltal nem csak ennek a falunak vagy Uzonközségnek a turizmusát fejlesszük, hanem úgymond az egész megyét tudjuk ezzel majd gazdagítani. Ez a ház az önkormányzatnak a tulajdonában van, és az a célunk vele, hogy itt egy múzeumot hozzunk létre. Tudniillik ebben a projektben a házak, amelyek részt vesznek, a tulajdonosok csak azt kellett felvállalják, hogy kívülről látogathatóvá teszik a turistáknak. Éppen ezért mi úgy gondoltuk, hogy az önkormányzatnak tulajdonában lévő épületben létrehozunk egy múzeumot, ahol az ide látogatóknak megmutassuk mindazon különlegességeket, amik erre a tájra jellegzetesek. Itt szeretnénk kialakítani élő műhelyeket, ahol majd a látogatók részt vehetnek a különböző mesterségeknek a bemutatásában, ilyen családi házak voltak. Itt ugye ezelőtt kb. Körülbelül 200 évvel épültek ezeknek a házaknak a legnagyobb többsége. A családoknak a története különlegesebben, csenek ilyen híres felmenők, nem tudunk azokról, de mindenképpen jellegzetes az építészeti stílus, és azt szeretnénk bemutatni ezekkel a felújításokkal újra.